Most kérném, nyissuk ki a Bibliánkat János Evangélium a 7. fejezeténél, és a 7. fejezet 17. versét, 16-17. versét szeretném majd olvasni kiemelten, de valószínű, hogy a 14. verstől olvasnám a 18-ig először. Tehát János 7:14-től 18-ig. Már-már az ünnep közepén azonban felment Jézus a templomba és tanított. És csodálkoztak a zsidók mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Felelt nekik Jézus és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti a tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Ugye tudjátok, hogy a 7. fejezet elején első részében olvassuk azt, hogy Jézus otthon van, és a sátoros ünnepre készülődik a család, és ott a testvérei még kérdezik és megkérdezik tőle, hogy felmegye, miért nem készülődik ő is, miért nem megy fel az ünnepre, miért nem mutatja meg magát az ünnepen, hiszen olyan nagy a tömeg és olyan nagy hírét szerezhetné a munkásságának. De Jézus késlekedik, aztán később felmegy, és itt olvassuk a 14. verstől, hogy már az ünnep közepén, ugye ez is egy hetes ünnep volt, ünnep közepén járnak, amikor Jézus megjelenik a templomban, és elkezd tanítani, beszélgetni az emberekkel. Nyilván aztán minden más is társul ehhez, ahogy szokott ez lenni. Ő külön foglalkozik emberekkel, gyógyít, erősít embereket. És aztán megszólítják ott a zsidók, hogy mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Hogy a zsidók kik lehetnek, nyilván ebből a zsidók közül kik lehetnek, ezek tudjuk a kérdés alapján. Nem azok, akik szimpatizánsai voltak, hanem inkább a támadói, az ellenségei, akik megint valahogy okot keresnek arra, hogy hogyan lehetne Jézust likvidálni, hogyan lehetne gyengíteni a hatását a nép között. És Jézus egy érdekes választ ad, nem is közvetlenül ezt magyarázza meg, hogy hát ő hol tanult, hanem pontosabban erre is választ ad, de egy rendkívül egyszerű alapelvet is megfogalmaz a válaszában, amit így szól az egészében. Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti a tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Jézus azzal kezdi, hogy világossá teszi, hogy ő nem itt tanult, nem a földön, a rabbiktól tanult. Ezt már korábban is tudhatták róla. Elég hamar kiderült vele kapcsolatban az, hogy nem, hogy igen nagy tudású és nagyon jó törvényismerő, és nagy lelki igazságok tanítója ő, tudója ő, miközben nem járt semmilyen képzésre, semmilyen iskolába, senki rabbinál nem fordult meg. Jézus azt mondja, az én tudományom felülről való, az Istentől, az Atyától való, és ő azt képviseli itt közöttünk az emberek felé, ezt fogja megszólaltatni, ezt mutatja be, a cselekedetei is erről szólnak, az isteni tudományról. És aztán egy alapelvet fogalmaz meg, én úgy gondolom itt a 17. vers első felében, mikor azt mondja, ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismeri a tudományról, hogy Istentől van-e, vagy magamtól szólok. És ezt az egyszerű alapelvet szeretném, hogyha egy kicsit ma körüljárnánk, hogy hát mit is ért ezen Jézus, hogyha valaki cselekedni akarja, akkor értheti meg. Ugye nem is azt mondja, amit esetleg mi gondolnánk, hogy hát hogyha eleget tölt velem időt, ha eleget hallgat rám, ha eleget figyel engem, hogyha leellenőrzi az én életemben, hogy én gyakorlom-e mindezeket, akkor biztosan meggyőződhet ennek az őszintességemről, meggyőződhet az igazság tartalmáról, meggyőződhet a felülről való tartalmáról is, hiszen Jézus amiket mondott meg, ahogyan élt, az nem lehetett összetéveszteni senki ember életével. Tehát az egyértelmű volt, hogy egyedülálló, ugye? És ő azt mondta, azért egyedülálló, mert felülről való. Mert nem innen, nem az emberektől való, nem olyan, mint mi voltunk, akik emberek indulatából születtünk, ahogy János apostol kezdi a levele elején, a férfi indulatából, az emberi természetet tovább örökítő szülőktől
születtünk, mindnyájan. Azt mondja, az ő tudománya felülről való, nem az övé, hanem az atyájé. És azt mondja, ha valaki cselekedni akarja az akaratát, megismerheti, megértheti erről a tudományról, hogy valóban isteni tudomány. Azt mondja Jézus, ha cselekedni akarja, nem ha cselekedni tudja, hanem elég annyi, ha már cselekedni akarja. Ugye, ha azt az őszinteséget gyakorolja valaki a lelkében, a szívében, hogy egyetértve, megértve és egyetértve az Isten akaratával, arra rááll, arra hajlandóvá teszi magát, azért erőfeszítéseket tesz, hogy abból valamennyit kivitelezzen, akkor egyre nagyobb bizonyosságot nyer, hogy felülről való bölcsességet követ. Ugye? Hallgat és követ. És hát nekünk a gondunk valahol itt akad, azzal a nagy problémával küzdünk sokszor, hogy nem tudunk ugyanolyan jól viselkedni, mint Jézus. Nem tudjuk olyan pontosan betartani a törvényeket, mint Jézus. De lehet, hogy előbbre kell keresni a hibát, hogy vajon akarjuk-e igazán cselekedni az Isten akaratát, ugye? Az ő tudományát. Vajon a szívünkkel ráálltunk-e igazán az Isten akaratának a cselekvésére? Egyetértettünk-e vele belsőleg, a belső lényünkben, a szívünkben, ahogy Jézus többször erre utal, nem csak a fejben, nem csak az elmében. Az erről szóló fejezet, ha tehetitek délután vagy este, olvassátok el otthon, az 50. fejezet elején olvashattok róla Jézus életében. Egy döbbenetes összefoglalása Ellen White részéről ennek a mondatnak, ahogy megfogalmazza azt, hogyha az igazság elfogadása csak az értelmen múlna, akkor sok embernek nem volna probléma vele. Ugye? Hányféle igazságnak követőivé lesznek az emberek az elméjük alapján? Milyen különböző filozófiai irányzatok és egyebeknek, ugye? Vagy vallási irányzatoknak, mert úgy az eszükkel jónak látják. Azt mondja, itt az a nagy különbség, hogy ehhez a szívet kell hajlandóvá tenni Jézus igazságához. A szívnek kell megalázkodnia, mert hogy be kell látnia, hogy a bűnhöz kötődik, és nem az igazságot szereti. És az ember nagy lehetősége az, hogy válasszon a java szerint, a javára, a saját érdekében jól. Határozza el, hogy cselekedni akarja az Isten törvényét, az Isten akaratát. Persze ez nyilván meg kell ismerni, hogy hogyan akarhatnánk mi, vagy miért akarnánk mi, akiknek a természete ellent mond az Isten akaratának. Ugye milyen érdekes helyzetbe hoz bennünket az Isten azzal, hogy leteszi elénk az ő bizonyságát, önmagáról egy bizonyságot ad, hogy mi a tiszta, szent, tökéletes, igaz, és ott van mellette, éppen csak jónak nem nevezhető emberi természetünk, ugye? Ami teljesen máshova húz, másra szoktatott rá bennünket. Mennyire nehéz szembesülni azzal, hogy olyan nagyon-nagyon mélységesen ellent mondunk mi az Isten akaratának. Még akkor is, amikor már egy őszintébb szándék van bennünk, majd erre visszatérünk. Ja, olyan komolyan szokássá lesz bennünk a rossz, valahogy sokszor a hagyomány is, a vallásos hagyományok is úgy békén hagyják az emberi természet lényegét, és kiszolgálják az ember öntévesztését, öncsalását, önigazolását, önmaga dicsekvését, önmagáról való dicsekvését is. Mennyire nehéz nekünk erre jó választ adni, hogy cselekedni akarjuk-e az ő akaratát. Hogyan akarhatjuk az Isten akaratát követni? Miért akarnánk mi az Isten akaratát követni, mikor az emberi természettel ellenkezik? Cselekedni azt, ami jó és igaz, miközben az emberi természet másról szól, nem ilyen. Nem, az emberi természetnek nem megfelelő mindez. Nagyon komoly kihívás ez számunkra, és azért, ha a bibliai történetekre gondoltok, csak Jézus körül is az apostolokra, vagy olyanokra, mint a gazdag ifjú, vagy farizeusok, akik oda mentek tőle érdeklődni, hányan és hányszor elbuktak, mikor arról akartak bizonyságot tenni, hogy ők hajlandók követni Jézus akaratát. Gondoltok a tanítványok közül nem egyikre, nem is kettőre, ugye? Sorba elbuktak, mert azt hitték, hogy úgy lesz jó, ahogy ők gondolják.
Aztán egy gondoljatok arra az ember, aki bizonyságot tett farizeusként arról, hogy ő mennyire buzgó, azt mondta neki Jézus, hogy közel vagy az Isten országához. De nem vagy benne még. Vagy gondoljatok a gazdag ifjúra, aki azt mondta, hogy Uram, mindezeket megcselekedtem gyermekségemtől. A törvénynek, a hagyománynak nagy tisztelője vagyok. Az emberek előtt kedvelt és elismert és elfogadott az életem, a tevékenységem. És Jézus azt mondta, pontosabban hát mit mondott neki, tudjuk, ugye? És a válasz a fiatalembernek az volt, hogy némán elment. És ott hagyta. Tudjátok, sokszor az derül ki, hogy mi úgy akarjuk cselekedni az Isten akaratát, ahogy az nekünk kézre áll. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy ugye a magunk módján. És valahogy az derül ki rólunk, hogy szeretjük mi Jézus, szeretjük, mint Péter apostol is, de csak úgy a magunk módján. Ahogy mi azt jónak látjuk. Ahogy mi azt megfelelőnek ítéljük. Ameddig nem sérti a határainkat, az érdekeinket. Amíg ugye az emberi természetünk mellébe elfér. De ami azon túl jönne, azt már nem akarjuk beengedni. És Jézus itt fog meg bennünket. Ugye hányan vannak, akik arra használják fel a vallásos buzgóságokat, életüket, hogy hát őket csak igazolja az Isten, mint a gazdag ifjú is. Ugye? Hát őt csak igazolhatja az Isten. Mindennel egyet értett addig a szintig, ameddig ő maga, amivel ő maga is dicsekedhetett. Addig nagyon egyet értett vele. Azon túl pillanatok alatt összetört, ugye? Mikor Jézus szembesítette. Szóval, hogy szeretjük mi Jézus, de csak úgy a magunk módján. És hogy ebből kell kigyógyítania bennünket az Istennek. Hogy úgy oda tudjon vonni magához, és azt tudja mondani, hogy ember, lépd át a határaidat, változtass. Szóval több legyen a vallásosságunk, mi akik azért mindannyian, akik itt vagyunk, szinte a legtöbben, én azt gondolom, a gyerekek, fiatalok is vágyódunk Isten után, vonzódunk hozzá, ragaszkodunk hozzá. Nyilván nem ilyen kötekedő kérdéseket tennénk fel neki, hogy honnan tudja ez az írásokat. Mi sokkal szeretőbb kérdéseket tennénk fel neki, és azt mondanánk, hogy Uram, hogyan lehet téged követni? Nem? Uram, adj segítséget, hogyan tudnám jobban összhangba hozni az életemet te veled? És ezek igaz és őszinte kérdések. És mégis olyan nehezen, évek, évtizedek alatt is olyan nehezen találjuk a bejáratot, és ugye nehezen nyugszunk meg abba, hogy Istennel járni jó, ahogy itt énekeltétek is nekünk. Hogy Istennel a közösség jó, és hogy Istenben békességre találhat az ember. Ha más nem ebből a fél mondatból legalább először, most az igehirdetés elején, első felében legyen annyi bíztató, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ha valaki cselekedni képes, az fog csak engem megérteni. Hanem azt mondja, aki cselekedni akarja. És azért a legtöbben, akik itt vagyunk, így vagyunk. Még a kicsik is. A fiatalok is. Hogy cselekedni akarjuk az Isten akaratát. Véghez vinni azt, ami jó. Megtartani azt, ami igaz. Nem azt keresni a vallásban, ami minket igazol. Ahogy a gazdag ifjú. Nem azt keresni, hogy igen, megengedjük az Istennek azt, hogy jóvá hagyja a mi vallásosságunkat. Ugye? Leigazoltatni vele is, hogy jól csináljuk ám. Hanem más úton meg betölteni az Isten törvényét, másképpen betölteni az Isten törvényét, helyt adni ő neki magának. És erre nagyon egyszerűen vezet el rá bennünket a Biblia, nagyon egyszerűen vezet el bennünket. Nem egy bonyolult dolog a választ megtalálni. Emlékeztek Péter apostol történetére mindjárt, és emlékeztek, mikor a János evangélium a végén halat fognak a tanítványok, és Jézus oda megy hozzájuk, és kijönnek a partra, és megeszik a halat, és utána megkérdezi Jézus Pétert, hogy Péter, szeretsz engem? És aztán még másodszor is megkérdezi, és harmadszor is megkérdezi, Péter, szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél? Ő, aki ugye ezzel dicsekedett korábban, hogy én még veled halálra is elmegyek. Úgy gondolom, hogy itt ilyen egyszerűen megragadható a válasz, hogy az ember felmérte igazán, tisztában van-e annyira önmagával,
a vallásos törekvéseivel, hogy különbséget tud tenni az én szeretet, az ön szeretet, az ön szeretetből fakadó esetleg vallásos buzgóság, vagy vallási közöny között, és a Krisztus szeretetéből fakadó, Krisztus szeretete, Krisztus iránti szeretetből fakadó vallásos élet között. Látjátok, a gazdag ifjúnak nem volt könnyű különbséget tenni. Péternek se volt könnyű különbséget tenni Jézus keresztáldozatáig. Pontosabban, amíg ott meg nem tagadta őt, ugye? Utána már aztán eléggé vívódott és vergődött, amíg Jézus ott a tópartján újra nem rehabilitálja és nem erősíti meg őt. Nem olyan könnyű különbséget tenni, olyan hihetetlenül nehéz leleplezni magunkban azt, hogy miért is csináljuk. Hogy túl vagyok én azon, hogy a saját énemet ápolgatom, még a vallásos köntösben is. Hányan és hányan így élték és élhetik az életüket, ugye? Hányan és hányan, hány embernek marad meg az énje? Ahogy Ellen White írja a gazdag ifjú történeténél azt, hogy hányan mennek át ezen a próbán, hogy Jézus felteszi nekik a kérdést, hogy választottál-e, hogy kinek engedsz. Azt akarod csinálni, ahogy te jónak látod, a vallást gyakorolni, vagy kíváncsi vagy arra, hogy én hogyan látom jónak gyakoroltatni a vallást. Ugye? Kíváncsi vagy-e arra, hogy az Isten tényleg miként szeretné az életedben megvalósítani az ő terveit, hogyan akar megszentelni téged. De nagyon sokat kért ez a fiatalember, mikor azt kérdezte, hogy van-e még valami tennivalóm, hogy az örök életet elnyerjem. És hát, amint látjuk, rendkívül meglepődött a válaszon, hogy egy óriási tennivalója van. Azon túl, hogy le kell mondani a vagyonáról, le kell mondani az énjéről. És ezt írja le Ellen White a Jézus élete könyvben. Hogy olyan nehéz nekünk választanunk, döntenünk Krisztus mellett a világ ellenében. Önmagunk ellenében. Mert önmagunk a világhoz kötődik. Az én szeretetünk a világ miatt van. Hogy az ott nyerhető javak, előnyök, stb. Az mind-mind ide kötne. És azt mondja, választhatjuk viszont Jézust, az ő követését, az ő szeretetét, az ő benne való megelégedést, a benne való örömet és a benne való szeretetteljes életet. Nagyon komoly harcot és önmegtagadást kívánhat ez az embertől, és ez így is kell, hogy rendjén legyen. Tehát aki még nem ismeri azt, hogy küzdeni önmagával, csak megküzdött azzal, hogy elveket hát választott magának, mert hogy az adventista elvek jók, mondjuk, meg biblikusak, de még nem ismeri azt, hogy megküzdött volna a saját énjének a visszásságaival, gyengeségeivel, erőtelenségével, ha nem fedezte fel az ember igazán a saját saját erőtelenségét a jóra nézve, hogy mennyire képtelenek vagyunk mi magunkat meghaladni, és szeretni úgy, ahogy Jézus szeretett, és ahogy a tanítványok szerettek a megtérésük után, megalázni magunkat, és felülírni a természetünkből jövő dolgokat, ami ránk jellemző, a csúnya beszédet, a türelmetlenkedést, az erőszakosságot, és sok mindent, és most nem akarom magamat se kibeszélni tovább, hogy mi mindent le kell küzdenie az embernek, ugye? Mi minden húz. És hát az egyik dolog ez, hogy hát mikor akarnánk mi, vagy miért akarnánk mi követni Jézust? Hát azért, mert egyrészt meglátjuk a mi emberi természetünknek a irtózatos voltát, a kártékony voltát, ahogy másokat és aztán persze bennünket is pusztít az emberi természet, az énünket pusztítja. Miért ne akarnánk? Gondoljatok arra, amikor Zákeus látni szerette volna Jézust, és fölmászott a fára. Hát miért ment Zákeus a fára? No? Van egy kedves kis lány itt középen, úgy hívják, hogy Beatrix. Miért mászott Zákeus a fára? Emlékszel rá? Mondjad. Azért, mert látni akart.
És akkor még megkérdezhetem, hogy miért szerette volna látni szerinted? Na, tudod. Tippelj, nyugodtan vagy, úgy képzeld el. Hogy ő hívja meg Jézust a házába? Vagy hogy Jézus hívja meg őt? De lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy még arra is gondolt, hogy milyen jó lenne ez az ember, aki elment oda Máténak, ennek az üllött, félig meddig züllött vámszedőnek a házába. Lehet, hogy hozzám is eljönne? Lehet, hogy még ez is benne volt. Beatrix, most tanultunk tőled valamit. Bizony. És még mire gondolhatunk? Van még valami a tarsolyodban? Hogy beszéljen a vallásáról. Így van. Beszéljen vele arról, és talán ez volt a legfontosabb, hogy beszéljen vele arról, hogy rajta hogy tudna segíteni az ő vallásával. Ugye? A Jézus vallása. Hogy segíthetne egy Zákeuson, aki vámszedő volt, és nagyon sokan megvetették. Nagyon sokan megvetették. Látjátok, ő másképp ment oda, mint a gazdag ifjú, akit nagyon sokan szerettek. És nagyon sok jó tulajdonsága volt, nagyon sok dicséretre méltó vonása volt, és szegény nem vette észre, hogy erre helyezi a bizalmát. Úgy tűnik, hogy a megvetettséggel szembesülő emberek, azok valahogy jobban ráéreznek arra, mennyire rászorulnak Jézusra. Annácska? Szerintem csak tanácsot akart kérni, hogy bocsánjon meg a vég. Hogy segítséget akart kérni, ugye, ahhoz, hogy megbocsátást nyerjen. Hát bizony, mert hogy már nyomasztotta. Tehát az egy dolog, hogy őt sokan megvetették, és ő ezt tudta, hogy utálja a félváros. Ezt jól tudta, de már ő is megvetette magát, és ezért ment oda a fára. Vagy egy Mária miért ült mindig Jézus lábához? Vagy miért mosta meg a lábát? Ugye a könnyeivel öntözte, a hajával törölte, olajjal megkente. Miért is? Mert tudta, hogy önmagában az élete mennyire megvetni való, és mennyire erőtelen, és mennyire gyenge. És akarta, hogy Jézus elfogadja őt, és akarta most már cselekedni azt a jót, azt a helyeset, amit Jézustól látott és hallott. De mi vonta őket oda? Miért pont Jézushoz mentek? Miért nem Kajafáshoz? Miért pont Jézus? Jézus nem volt személyválogató, így van, azért, mert Jézus szerette őket. Azért, mert szerette őket, és ezt mindenhol kifejezte. Azért, mert Jézus szeretete, jósága, ahogyan beszélt az emberekkel, ahogyan körülvette őket, ahogy törődött velük, az mindenkibe egy dolgot juttatott eszébe, hogy ez szeret minket. És nem vett meg. Ugye, úgy beszélt velük, olyan bizalmat ébresztett bennük, hogy egyszerűen kezdtek vágyódni utána. És mentek hozzá. És lehet, hogy megszólalni sem mertek volna, megnyikkanni sem, mint Zákeus a fán. Azt hitte, hogy a gondolataival, kérdéseivel, félelmeivel ott gubbaszthat majd láthatatlanul a fán, és senki észre nem veszi. És pont Jézus vette észre. Vagy Jézus is. És az, amit ő mondott volna szívesen, azt Jézus mondta ki helyette. Nálad akarok ma vacsorázni. Ugye? És Jézus elment, és Zákeus átélte azt a csodát, hogy egy mindenki által, vagy sokak által megvetett ember, aki már önmagát se tudja igazán szeretni, azt az Isten még mindig szereti. És ahogy ezt átélte, milyen csodára volt képes, nem? Ez nem olyan csodája volt Jézusnak, hogy szólt és meglett, hanem ez olyan volt, hogy a szívébe történt egy hatalmas változás, és erre Zákeus cselekedett, és azt mondta, hogy amit csak elszedtem, vitatkozva, azt mind visszaadom, sőt, még megfejelem plusz adományokkal. Ugye? Mennyire cselekedni akarta az Isten akaratát. És biztos, hogy még nem egyszer vétkezett és hibázott, és összeveszett emberekkel utána is, lehet a feleségével is, hogy a férjek mentségére legyen, de hogy elkötelezte magát, elhatározta magát, hogy mostantól cselekedni akarja az Isten akaratát. És aki erre hajlandó, az végigmegy azon az úton, amit Jézus mond, hogy megismerheti az én tudományomról, hogy felülről való.
Isten nem azt várja tőlünk, hogy maradj távol, amíg olyan nem leszel, mint én, aztán ide engedlek, és utána majd szemmel tartom, hogy hibátlan maradsz-e, hanem hogy megkeres ott, ahol vagyunk, a hibánk, a bűnünk területén, és mellénk áll, és azt mondja, hogy a szeretettel segítek neked. Mivel szeretlek, segítek neked. És milyen fantasztikus, nem? Ha ezt nem így tenni, az Isten esélytelenek volnánk. Ha ő nem ébresztene bizalmat bennünk szeretet által, mi nem tudnánk jól követni őt. Tudnánk a nevére hivatkozni, tudnánk, meg tudnak emberek vallásos életet élni a nevében, de nem Jézus szerint. De nem úgy, ahogy ő akarja. Nem úgy, ahogy az neki kedves lehet. Jézus megszólította ezt az embert, megszólította Jézust ez a gazdag ifjú, és azt mondta, mit kellene cselekedjem még, hogy az örök életet elnyerjem. És hát szembesült ezzel a szomorú ténnyel, hogy volna még tennivalója. Nem mondta neki Jézus azt, hogy figyelj, ez már túl sok, ez már két embernek is elég. Ugye, már hozzá még valakit magaddal, és ketten üdvözültek. De nem mond neki ilyet Jézus, hanem szembesíti azzal, hogy bizony távol van, nem tud rajta segíteni, hogyha nem mond le az önimádatról, az önszeretetről. És azt hiszem, nekünk nagyon fontos az, hogy akarjuk cselekedni az Isten akaratát, de csak azon az alapon, hogy az ő szeretete indít bennünket erre. Az, hogy megtapasztaltuk, hogy mi is megvetettek voltunk, és sokszor megvetni való az, amire képesek vagyunk, vagy amit nyújtunk egymásnak. Többet nem ér, de az Isten szeretete ott tart mellette. És ez a szeretet újra és újra el tud indítani, és ki tudja egyre jobban munkálni azt, hogy cselekedni és bírjuk. Nem csak akarjuk, hanem bírjuk is cselekedni az Isten akaratát. Nincs ember, akinek ezért nem kell küzdelmet folytatnia, itt se, közöttünk se. Nincs ember. Mindenkinek harcolnia kell érte, de a legelső sorban az Istenre számíthat ebben a küzdelemben. Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy változtass, és akkor változhatsz. Ugye? Ez is valahogy benne van. Hogyha hajlandó vagy változtatni az eddigin, akkor változni fogsz belül is. Ugye? Érts meg dolgokat, és változtass meg dolgokat, és helyreállnak dolgok az életedben. Azt mondja a szamaritánus nőnek Jézus, hogy olyan imádókat keres az Isten, akik lélekben és igazságban imádják őt. Akik szeretve és megértve őt engedelmeskedni akarnak neki, és engedelmeskedni tudnak. Engedelmeskedni fognak majd neki. Lélekben és igazságban követőket keres az Isten. Erősítsön meg bennünket Jézusnak ez a szava, itt válaszul adotta az őt kérdezőknek, ha valaki cselekedni akarja az akaratát, megismerheti a tudományról, hogy Istentől való. Segítsen nekünk is abban, hogy mi bátran kötelezzük el magunkat amellett, hogy cselekedni akarjuk. Különösen akkor, amikor nem tudtuk cselekedni. Akkor újra és újra erősítsük meg ezt a szándékunkat, hogy cselekedni akarjuk. De mindig ott kezdjük, hogy azért, mert szeretve vagyunk. Azért, mert szeretve vagyunk. Mert csak az Isten szeretete, megismerése, megélése tud bennünket szeretetben felépíteni. Semmi más. Egyébként vallási hagyományok követői leszünk, előírások követői leszünk, magunk is ilyen szabálykövetők, és másokat is szabálykövetésre kényszerítők leszünk. Adjon az Isten segítséget, hogy szeretetből tudjuk megélni az ő vallását. Amen. Mennyi Úrunk, jó Atyánk, nagyon köszönjük neked az ige szavait, köszönjük Krisztust a kinyilatkoztatott isteni szeretetet általa, és köszönjük Urunk azt, hogy ő tanít bennünket egyszerű alapelvekre, de a legkomolyabbakra is. Köszönjük neked, Urunk, hogy
ezt a hatalmas küzdelmet folytatod értünk, hogy végre megtanuljunk önmagunknál igazabbat, jobbat, nagyobbat szeretni magát az Istent. Köszönjük neked, hogy kitartasz mellettünk, miközben mi olyan süketek és vakok vagyunk, és olyan akaratosak a magunk útjában. Kérünk téged, segíts minket továbbra is. Add, Urunk, hogy tudjunk egyre közelebb kerülni Jézushoz. Köszönjük ezt a szeretetet, amely támogat, és ebben a bizalomban, Urunk, meg tudunk épülni, hogy jobbá tudunk lenni, hogy ebben a szeretetben tudod a változást véghez vinni életünkben. Köszönjük, hogy segítesz minket, hogy ne magunkat méricsgéljük, és ne egymást igazgassuk, hanem hozzád szabjuk mindnyájan magunkat. Kérünk téged, hogy áldj meg egyenként, de áldj meg, mint gyülekezetet is, attól, hogy egyre jobban áthassa életünket a te jóságod, szereteted, bölcsességed, akaratod, a te parancsolataid. Maradj velünk, Urunk, ezen a napon is a továbbiakban, Jézusért. Amen. Amen.